Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az északi, avagy skandináv mitológiát feldolgozó sorozat harmadik részében még mindig a teremtés mítosszal foglalkozunk. A második részben megbeszéltük, hogy hogyan jött létre a világ, amiből még mindig van egy kicsi, tehát azt ebben a részben pótoljuk. Illetve elmagyarázom, hogy hogyan keletkezett az ember, és mi az a világfa. Egy dolgot nagyon fontos megérteni. Senki ne gondolja azt, hogy minden teljesen egyértelmű lesz. Szóval, Odin, Vili és Vé megteremtették a világot. Megölték Ímir jégóriást, és a testét egy az egyben újrahasznosították. Volt egy világ, ami lakatlan volt. Az istenek azt a nevet adták ennek, hogy Midgard, azaz Középföld. Midgard köré építettek egy falat. Ezt a falat Ímir szemöldökéből készítették. A funkcionális szerepe nem más, mint hogy a Midgardot körülvevő tengeren túli óriásokat visszatartsa. Snorri Sturluson prózai eddája a következőképpen írja ezt le. Szemöldökéből szabták ki Midgardot, élni emberfiak. A világ egy lapos korong. Midgardot, azaz középföldet úgy kell elképzelni, hogy van egy fallal körülvett rész. Ezután következik a falat körülvevő tenger. A másik verzió szerint éppen fordítva. Szóval az, ami a tenger és a fal után van, na az az óriások világa. Jötunheim. Ez nagyon király, ugyanis az egyik verzióban a két világot egy tenger választotta el. A másikban mindösszesen egy folyó. Illetve az egyik verzióban a két világ gyakorlatilag egyben van. A másikban viszont semmi közük nincs egymáshoz. De a teremtés még így sem volt egész. Középföld lakatlan volt. Lenyűgöző vidék, tiszta folyókkal, patakokkal, a föld termelésre alkalmas. Azonban nem volt senki, aki a lenyűgöző birodalmat használhatta volna. Míg nem egyszer a tengerparton sétáló fivérek, Odin, Vili és Vé két uszadék rönköt találtak. Bum! Ez nagyon fontos, ekkor dagály volt. Majd arra is kitérünk, hogy az apálynak és a dagálynak mi az oka. Lényeg a lényeg, az egyik rönk egy kőris volt. A kőris bírja a viszontagságokat, jól lehet faragni, nem reped meg és nem fog szálkásodni. A másik rönk szilfa. A szilfa kemény, házak és csarnokok építésére alkalmas. Ez a kettő rönk gyakorlatilag egymáson feküdt. A három isten, Odin, Vili és Vé fogták ezt a két rönköt és megalkották az első emberpárt. Odin volt az, aki életet lehelt beléjük. Vili volt az, aki a rönköket emberformájúra faragta. Vé az egyiket férfivá, a másikat nővé alakította. Eztán ruhát készítettek nekik, ugye, hogy elfedhessék magukat. Végül, miután a két emberi forma elkészült, nevet adtak nekik. A kőris rönk az Ask, azaz férfi nevet kapta. A szilfa Embla, azaz nő. Ask és Embla mindannyiunk apja és anyja. Az istenek aképpen rendelkeztek, hogy lakóhelyük ezentúl Midgard, azaz középföld legyen. A fal, amelyet köré építettek, biztonságossá tette. Eképpen történt az, hogy az emberek nemzetsége középföldön kezdte meg a történetét, és ez az oka annak, hogy Odint ezentúl mindenek atyának nevezzük. Ő mindenkinek az ősatja. Hiszen ő volt az egyik, aki a világot teremtette, illetve ő volt az, aki életet lehelt a rönkökbe. Na és akkor egy kis gyűrűk ura történet. Tolkien világában van középfölde. Középfölde az középföld, azaz Midgard. Illetve a gyűrűk urában úgy szintén vannak istenek, de van egy, aki minden másnál hatalmasabb. Eru Iluvatar. A nevének jelentése Eru, az egy, Iluvatar, mindenek atya. Tehát középfölde az Midgard, és Eru Iluvatar Odin megfelelője. Tehát ismerjük a világ és az ember keletkezését.
De van még nekünk egy nagyon fontos dolog. Yggdrasil, a világfa. Nagyon fontos megérteni, hogy eddig is voltak egymásnak ellentmondó történetek. De Yggdrasil, a világfa, az durva. A régi skandináv hiedelem szerint a világ mindenséget 9 birodalom alkotta. Volt egy örökzöld kőr is, Yggdrasil, amely középen volt. Mit jelent ez a középen? Hát középen. A Völuspá Eddaének szerint a mindenséget alkotó 9 világot vagy birodalmat ez a fa kötötte össze. A 9 világ nincs konkrétan megnevezve, de az általánosan elfogadott listán szerepel. Asgard, Vanheim, Alfheim, Jötunheim, Midgard, Svartalfheim, Niflheim, Muspelheim és Helheim. Biztosan kíváncsi vagy, hogy ezeket a világokat ki és hogyan teremtette meg? Na, nem tudom, hogy komolyan mondom tényleg, de nem tudom. Nem vagyok benne biztos. Lényeg a lényeg, ez a 9 világhoz 9 különböző menny tartozik. Mivel ezeknek összesen több mint 20 különböző nevük van, kihagyjuk. Mind a 9 világot egy-egy faj népesítette be. Asgard az Ás Isten család birodalma, amelyet Odin vezet. Vanheim a termékenység istenek, azaz a vánok lakóhelye. Az ázok és a vánok a világ istenei. Alfheim a fény, avagy jó tündérek világa. Jötunheim hivatalosan a jégóriások, de elfogadható az is, hogy csak úgy simán az óriások földje. Midgard az embereké. Svartalfheim a törpék, illetve a fekete, avagy gonosz tündérek otthona. Itt meg kell említeni, hogy a sötét tündéreket és a törpéket gyakran ugyanannak tekintik. Muspelheim a tűzóriások, Niflheim az örök fagy és a halott lelkek birodalma. Meg ugye itt van még nekünk Helheim, amely Hél istennő országa. Az angol hell szóból ismerős lehet. Ez volt az alvilág. Manapság úgy ismerjük, hogy pokol. Egészen elképzelhető, hogy a világfát és a 9 világ elhelyezkedését maguk az északiak sem értették teljesen. A leírás miszerint a világok Yggdrasil gyökerén, ágain és törzsén helyezkednek el, az egymáshoz viszonyított térbeli helyzetükről vajmi keveset mond. Sajnálatos, de a rendelkezésre álló források alapján a 9 világot és az ezeket összekötő világfa tájrajzát lehetetlen pontosan ábrázolni. Teljesen mindegy, hogy hol keresed. Ha találsz 3 képet Yggdrasil és a 9 világ helyzetéről, mind a 3 különböző lesz. Snorri Sturluson leírása szerint Yggdrasil a világfának 3 gyökere van. Mind a 3 gyökér egy-egy forrásba nyúlik. A források a következők. Urdarbrunn, a sors kútja, ami soha nem gondoltad volna, Asgardban van. A második az óriások országában, Mímir kútja. A harmadik Hvergelmir, Niflheim mérgező forrása. Elmondom, hogy mi a baj. Ha Midgard a fa törzsén, azaz középen van, és Asgard az Midgard fölött, akkor hogyan lehet az, hogy Yggdrasil gyökere az Ás Isten család birodalmába nyúlik? Ezek olyan kérdések, amiket el kell engedni. Több mint valószínű, hogy sajnos soha nem kapunk rá választ. Yggdrasil a világfának tekintélyes élővilága van. Az alján kezdünk. Mint említettem, a 3 gyökér 3 forrásba nyúlik. Hvergelmir a mérgező forrás, aképpen lett mérgező, mivel hogy van benne egy kígyó. Ez egy kígyószerű sárkány. Egyeseknek inkább kígyó, másoknak inkább sárkány. A neve Nidhögg, azaz kegyetlen csapás. Ő azt csinálja, hogy a világ fa gyökerét rágja. A másik kút Mímir forrása. Jelen pillanatban azért fontos, mivel hogy van benne egy fej. Egy élő fej. Erről bővebben később. A harmadik forrás Urdarbrunn, a sors kútja. Na, ennél a forrásnál vannak a nornák. A nornák a skandináv mitológia sorsistennői. Hárman vannak,
A nevük Urd, azaz múlt, Verdandi, jelen, és Skuld, azaz jövő. A három istennő a világ minden lakójának végzete felől dönt. Ítéletüket még az istenek sem bírálhatják. Ennek következtében a három sorsistennő a világmindenség leghatalmasabb elemét jelentik. Az ő szerepük ugye a sorsok alakításán kívül, hogy Yggdrasil gyökerét kezelik. Azt is fontos megemlíteni, hogy nem csak három Norna van, és nem mindegyik jó. Vannak még más, illetve gonosz Nornák is. Viszont a más és a gonosz Nornákról a létezésükön kívül sajnos nem tudunk egyebet. Urdarbrunn forrás körül megtalálható egyfajta sár. A Nornák ezzel a sárral kenegetik Yggdrasil gyökerét. Tehát a Nornák gyógyítják, Nidhögg, a kígyó pedig pusztítja. Ez tartotta a világot egyensúlyban, a pusztulás és a teremtés között. Nidhöggnek van egy ellensége, egy névtelen sas. Ez a sas Yggdrasil koronájában lakik, és kettejük között folyamatos, mondjuk úgy háború zajlik. És nagyon izgalmas, de van még egy mókus, nevezetes Ratatoszk, akinek az a szerepe, hogy Nidhögg és a névtelen sas között feszültséget keltsen. Az Edda énekek szerint fentfogú a mókus felle futkos, iramlik Yggdrasil kőrisfáján. Kihallja fentről a sas kiáltozását, közli Nidhögggel odalent. A világfa ágai között négy darab szarvas legelészik. Aki ismeri a gyűrűk urát, annak ismerős lesz a nevük. Dain, Dvalin, Duneir és Durator. A világfa Yggdrasil hatalmas jelentőséggel bír. De ennek ellenére sem az eredetéről, sem pedig a pusztulásáról nem tettek említést. A világ megjövendölt vége a Ragnarök idejében a kőris remegni és nyögni fog, de nem dől ki. Magyarul a világfát Yggdrasilt örökkévalónak tekintették. A keresztény kozmológia az időt lineárisan értelmezi. Tehát a teremtéssel kezdődik, és az ítéletnappal ér véget. A skandinávok azonban úgy gondolták, hogy az idő az nem más, mint a teremtés és a pusztulás ciklikus ismétlődése. Ebben a részben rengeteg újdonságról beszéltünk. Tudom, hogy csak így nagyon hirtelen felhoztam az Isten családokat, meg Asgardot bármilyen előzetes magyarázás nélkül, de nem kell pánikolni. Aki ezt a sorozatot követi, az minden létező dolgot meg fog tudni, de mindent a maga idejében. Meg lehet, hogy az idő az nem lineáris, de az én történetmesélésem az. What is time? Ha kíváncsi vagy arra, hogy mit jelent az Áz és a Ván Isten család, illetve milyen volt a világ első háborúja, ez a következő rész témája. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!